Iratokat szorongatva, vagy éppen azt böngészve érkeztek az Európai Bizottság tagjai a vasárnap reggeli megbeszélésre. Az ülésen a magyar jogállamisági eljárás is terítékre került. A testület végül döntött, nem állítja le az eljárást. Noha a kormány tett lépéseket, a bizottság szerint még így sem tűntek el a korrupciós kockázatok. A bizottság azt javasolja, hogy a kohéziós alapon belül három operatív program forrásainak 65%-át függesszék fel. Ennek becsült összege 7,5 milliárd euró, ami összességében a magyar kohéziós pénzek nagyjából harmadát jelenti. A magyar kormány korábban 17 vállalást tett az unió felé. Éppen ezért a bizottság november 19-ig adott haladékot, hogy ezek teljesüljenek. A jogszabályi keretek és a gyakorlat szintjén is. A tanácsnak eddig kell eldöntenie, hogy elfogadja-e a bizottság javaslatát. Ez viszont további 2 hónappal is kitolható. Ha a tanácsban elhúzódik a döntés, az a kormánynak kedvezhet. Főleg akkor, ha a lengyelek támogatása mellett a közelgő olasz választásokat Orbán Viktor szövetségese húzza be. A bizottsági döntés után Varga Judit a közösségi médiában azt írta, hogy jó irányba haladnak. Az igazságügyi miniszter azonban hozzátette, a munkának nincs vége, van még teendő. És akkor, ahogy az imént azt említettem, Pogácsos Zoltán közgazdász már itt is van velem a stúdióban. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm. Arra szeretném kérni, hogy első körben tegyük tisztába ezeket a számokat, mert hogy tegnap ugye nyilvánvalóvá vált az a 3000 milliárd forintnyi összeg, előtte viszont napokig 6400 milliárd forintról hallottunk, szerepel benne egy 70%-os elvonás, meg egy 20%-os elvonás is, és nem mindegy, hogy a pénzeknek mekkora arányát nézzük és vizsgáljuk, úgyhogy akkor most egyszer mindenkor arra kérem, hogy ezt egy picit rögzítsük, hogy milyen pénzekről és mekkora pénzekről van szó. Kétfajta uniós pénzt kapunk, az egyik az, ami az a normális, ami évtizedek óta megy nekünk, amióta tagok vagyunk. Ezeket ilyen több éves programozási periódusoknak hívják, ez nagyjából olyan 2,5%-a a GDP-nek évente, hogyha kisimítjuk. Ez az, ami a nagyobbik összeg. És van egy kisebbik összeg, ez pedig egy rendkívüli dolog, ez most a Covid-hoz kötődően 5 évre kap minden tagállam, ez nagyjából 1%-a a GDP-nek, tehát hogy ha kisimítjuk arra az 5 évre, akkor nagyjából 1%. Most ennek az első nagyobbik összegnek a nagyjából a feléről van szó jelenleg. Tehát ugyanabból a kalapból vennék el ezt a 3000 milliárd forintnyi összeget. Azt most már azért próbáljuk puhítani ezt a döntést azzal, hogy ez nem egy végleges döntés, és még csak nem is egy politikai döntés, mert hogy a bizottság nem egy politikai szerv, hanem a tanács most megadja ezt a kiskaput a kormánynak, hogy életbe léptesse azokat a változtatásokat, amit a bizottság vár a magyar kormánytól. Elegendő lesz ön szerint ez az idő? Vagy tényleg ezt a szót használtam, hogy puhítani, hogy ez valóban tényleg azt jelenti, hogy ahogy ugye Varga Judit is nyilatkozta, gyakorlatilag jól zajlanak a folyamatok, igazából sikerült megtalálni a közös nevezőn, de az, hogy ez a döntés megszületett, azért ez mégsem ezt mutatja. Hát azt kell mondjam, hogyha ezt így tényleg le akarjuk fordítani egyszerű magyar nyelvre, hogy mi történt itt, akkor ez szerintem a tipikus antihír. Sajnos egy hírműsorban ez nem mutat jó, de szerintem nem történt az égvilágon semmi. Ugyanis eddig nagyjából az volt a helyzet, hogy a szabályozás szerint évvégéig kellett Magyarországnak ezt letárgyalnia, hogyha évvégéig nem tudta volna, akkor ezek a pénzek nem jönnek. Most ez ugye egy hónappal előbbre jött, és most az a mondás, hogy november végéig kell ezeket letárgyalni, de ráadásul még utána dönt róla a tanács, és már ugye látjuk, a lengyelek bejelentették, hogy a tanácsban megvétózzák ezt a pénzelvevést, és ahogy látjuk, hogy az olasz kormány változik, akkor ők is. Tehát még talán egy picit, ahogy mondjam, puhult is a dolog, ahhoz képest, ami eddig volt, de igazából nem történt semmi. Akkor itt egy pillanatra egy másik szempontot hozzunk is be gyorsan. Magyarország szerepe az Európai Unión belül változni látszik, hogyha megenyhült velünk szemben ugye a lengyel fény, ahogy egyébként ma már Robi is mondta, azért egy kicsit haragban álltunk az elmúlt időszakban, az olaszok ugyanúgy bejelentették azt, hogy fognak a kezünket, akkor ez azt jelenti, hogy a pozíciónk változott unión belül? Hát ugye a lengyelekkel azért egy ilyen nagyon ambivalens viszony van, hiszen politikailag azért a magyar kormány nagyon hasonló platformon áll, ott velük ugye Oroszország kapcsán volt egy feszültség.
De ugye a Meloni féle irányvonal az meg teljes egészében ugyanaz, mint a Fidesz féle irányvonal, tehát hogyha ők hatalomra kerülnek Olaszországban, akkor ráadásul megerősödhet is a Fidesz. Korrupciós ügyekről van elsősorban szó a megvonások kapcsán. Miért nem erőlteti azt a bizottság, hogy az Európai Ügyészséghez csatlakozzon Magyarország? Mert ez egy annyira egyértelmű és nyilvánvaló helyzet lenne, hogyha nekik ilyen aggályaik vannak Magyarországgal szemben, akkor nyilvánvalóan van nekük egy ellenőrző szervük, akikhez akkor lehet csatlakozni, és nem volna kérdés a kérdés a továbbiakban. Azért nem, mert nem teheti, mert amikor létrehozták az Európai Ügyészséget, akkor azt egy olyan logikában hozták létre, hogy ahhoz nagyon ajánlott csatlakozni, de nem teljesen kötelező. Tehát nincs olyan jogszabály, ami alapján kötelezővé tenné, tehetné egy tagállamnak, ezért is nem tag egyébként Magyarország, mert nem kötelező, és így kimaradhatott. Hogyha mégis megtörténne az, hogy elvonják ezeket a pénzeket, amiben reményeink szerint azért nem kell szembenéznünk, de mondjuk egy ilyen képet, hogyha vetítünk, akkor az mennyire írná át ön szerint a jelenlegi politikai szénát? És ma már kérdeztem is például ugye Lukács László Györgytől is, hogy hogyan készül az ellenzék arra a fajta kormányzati kommunikációra, hogy nyilvánvalóan majd az ellenzéki EP képviselőket fogják azért okolni, meg ma, hogy ez jelenleg is történik, amilyen döntést az Európai Bizottság hoz. Hát igen, ahogy mondja, ez eddig is benne volt, hát szerintem ebben sem történik jelentős változás. Az ellenzék eddig is azt mondta, hogy ez egy dráma, vége a világnak, olyanok is vannak, akik azt mondták, hogy államcsőd van, hogyha nem kapjuk meg ezeket a pénzeket, a kormány megmondja ennek az ellentétét. A helyzet az, hogy ez nagyjából, mondom, egy ilyen 2,5%-a és 1%-a, tehát a teljes összeg az összesen 3,5%-a, ami ez egy jelentős összeg, de mondjuk ettől önmagában nincs államcsőd Magyarországon, még akkor is, hogyha a teljes összeget megvonják. Én egyébként arra számítok, hogy a végén megkapjuk, tehát őszintén szóval azt gondolom, mindenki, hogy az utolsó pillanatig őszintén húzni fogják. Ez tulajdonképpen egyfajta színjáték, el kell játszaniuk, de a végén oda fogják adni ezeket a pénzeket. De hogyha nem adnák oda, igazából a nagy probléma jelenleg az nem is annyira a volumene ennek az összegnek, hanem az, hogy ez euróban van. Tehát Magyarország jelenleg a nagyon gyenge euróforint árfolyam miatt nagyon rá van szorulva arra, hogy könnyen euróhoz jusson, hiszen egy csomó mindent importál, többek között energiát is, tehát az igazi jelentősége a dolognak az az, hogy most hozzáférnénk igazából egy csomó euróhoz, amit ez egyébként nem jutunk hozzá amúgy. De mire számíthatunk a tanácstól? Tehát most a bizottságban 433 képviselő szavazott Magyarország ellen. A parlamentben. Igen. Tehát, hogyha 433 képviselő Magyarország ellen van, akkor, hogyha őket egy csokorba szedjük, gondolom, hogy itt számít az, hogy ellenzéki, vagy éppen melyik oldalról nézzük ezt a képviselőt, de akkor a tagállamok szavazata ezt azért átrajzolhatja, hogy ne Magyarország ellen szülessen a döntés. Én úgy nem fogalmaznék, hogy Magyarország ellen született a döntés, hanem született egy döntés a magyar kormánynak a politikájáról. Igen, igazából nehéz ezt a kettőt külön választani, mert közben mi meg állampolgárok ott vagyunk. Szerintem kettőt külön választani. Ez a magyar kormány politikájáról született ez a döntés. A parlamenten átmenne, tehát amit a bizottság most javasol, az láthatólag a parlamenten átmenne, pont emiatt a szavazás miatt gondolhatjuk azt, hogy ez így van. A tanácson meggondolhatjuk, hogy nem megy át, hiszen bejelentették már legalább egy kormány, hogy nem. Tehát a tanácsban ez meg fog bukni, én azt gondolom. Van egy másik témánk is, itt van a korábbi Sargentini jelentés, amit ugye gyakorlatilag most tovább vitt a Gwendolyn Delbos Caulfield, ugye az ő neve is most már kezd így ismerté válni, hogy elegyét vegye a helyzetnek, a magyar kormánynak volt 4 éve azért, hogy a Sargentini jelentés után bármit tegyen annak érdekében, hogy gyakorlatilag ez a jelenlegi ne alakuljon ki. Ma már beszéltünk a kommunikációról, sikerült ez ön szerint a kormánynak, vagy tényleges döntések nem születtek, mert ha minden igaz, akkor ugye az unión belül ezt hiányolják, hogy ment a vita, ment a levelezés, de az, amit ők valójában vártak volna, hogy tényleges változtatásokat eszközöljön a kormány, az nem ment végbe, és nekik erre lenne szükség. Ez történt, igen. És akkor gyakorlatilag most a jövőben arra számíthatunk, hogy megszületnek ezek a módosítások? Nem, mert azt gondolom, hogy nem véletlenül nem születtek meg ezek a módosítások. A magyar kormánynak és a elég jelentős érdeke fűződik ahhoz, hogy ezek ne történjenek meg. Tehát, hogyha az elmúlt időszakban nem történt meg a tárgyalások alatt, és, hogy mondja, az elmúlt években, én nem nagyon látom annak az esélyét. Főleg, hogy egyébként sejtetik, hogy át fog menni a dolog. Tehát közben ugye
ha tényleg igaz az, hogy akik ismerik jól ezt a brüsszeli helyzetet, azok arra számítanak, hogy amúgy át fog menni, ezért amúgy sem gondolom, hogy olyan nagyon nagy nyomás alatt lenne. Akkor hol van ebben a logika? Most egy teljesen naív és őszinte kérdés, de akkor tényleg egy színjátékról van szó, akkor mi értelme van ennek? Nincsenek igazából olyan erős kompetenciája a bizottságnak, amelyekkel ezt ténylegesen keresztül tudná vinni. Ellenben viszont mutatnia kell az európai közvélemény felé, hogy fellép. Ennek a kettőnek a balanszírozása történik, tehát nem lehet túl puhán adni, viszont tudják, hogy érdemben meg nincsenek olyan kompetenciáik, amivel ezt meg tudnák csinálni. Nézzünk akkor gyorsan még egy gazdasági kérdést is a végére, hogy értelemszerűen infláció és ársapkák kérdése. Most már 20%-os inflációról beszélhetünk Magyarország életében, és aminek az akkor meghosszabbították az ársapkáknak a kiterjesztését. Hogyan fogja ez alakítani a következő időszak? Hát, hogyha nem hosszabbították volna meg az ársapkát, akkor ugye az történt volna, hogy nagyon hirtelen ráengedtük volna mondjuk a benzin esetében egy sokkal magasabb árat, tehát durván magasabb árat, és az nyilván egy óriási löket lett volna az inflációnak. Tehát nem fokozatosan, hanem hirtelen? Hanem hirtelen, de hát ugye amúgy is ott van a rezsicsökkentés, tehát ez már egy nagy löket az inflációnak, hogyha emellett még mondjuk a benzin ársapkát is levették volna, akkor az tényleg egy brutális löket lett volna, vagy ezért is nem vették le, ugye Nagy Márton gazdasági miniszter arról beszélt korábban, hogy ez idejét múlt vagy okafogyott, és mégse történt meg, ez valószínűleg azért volt, mert pontosan látják, hogy nem lehet még ezt tovább fokozni jelenleg. Köszönöm szépen, Pogács Zoltán, hogy itt volt ma reggel, és beszélgettünk.